mindazokért, akik az Úr Jézus Krisztus követésére indulnak el kézrátétellel, imádkozunk érettük. Úgy szoktuk gyakorolni ezt a gyülekezet fennáll ilyen alkalommal, és szeretnők, hogy a teremtő is testvéreink kísérjék az imádkozást, és fohászkodjunk egyöntetűleg, egy szívvel, egy lélekkel, mert elhangzott az, az igényedetésből is kicsendül, hogy nem könnyű időket élünk, és nem könnyű úton indulnak el ifjaink. És szeretnők azt, hogy ne csak indulás legyen, hanem célba jutás is legyen a Jóisten kegyelme folytán. Imádkozzunk érettük, hogy Jóisten lelkét ajándékozza neki, őket pedig tegyen méltóká arra, hogy az Urak hűséges követői legyen. Ők tényleg fognak hajtani ezzel az imádság alatt, a gyülekezet állva fogja kísérni. Főlegény, dicsőítünk téged azért, hogy elhagytad a mennyek dicsőségét, hogy magadnak itt a földön jegyeseket, mennyasszonyokat keres, és életedet adtad, drága véredet ontottad, hogy fehérbe is öltöztessed a te jegyeseidet. Köszönjük azt, hogy ezt a két hajadont is megkerested, megtaláltad, és a te szereteted által megnyerted a magad számára és az örök élet számára. Ó, Úr Jézus, annyi kísértés leselkedik rájuk. Kérünk, hogy oltalmazd meg őket, hogy az ő ruhájuk mindig fehér legyen, és a Szentlélek kenete, Szentlélek olaja soha el ne fogjon az ő szívükből, az ő életükből. Könyörgünk te hozzád, hogy bármilyen csábítás környékezi őket, hadd nézzenek te rád, hogy milyen sokba került az ő váltságuk, az ő üdvösségük, és ez a nagy szeretet tartsa őket szüntelen a te közelségedben, hűségben, tisztaságban, szentségben. Áld meg mind a kettőjüket, hogy legyenek valóban liliomszálak a te gyülekezetedben, a tisztaságnak, a szentségnek az igazi megélői, és a te szeretetednek jó illatát hadd tudják terjeszteni, az élet illatát mindenütt, ahol élnek, mások örömére, üdvére és a te dicsőségedre. Töltsd be őket szent lelkeddel, és tartsd meg őket az örök életre, drága véred érdemében. Amen. Áldott édesatyánk, hozzád emeljük fel gyermeki hálával a mi imádságunkat és könyörgésünket, ezért a két leányzóért is, akik előtted vannak. Hálát adunk Istenünk, hogy különböző családi körben nőhettek fel, ahol Isten félelmet tanulhattak. Áldunk téged, Uram, azért, hogy kegyelmed folytán gondot viseltél róluk, hogy az életnek hajnalán ismerjenek meg téged. Mindazért a képességét, amivel felruháztad őket, Uram, imádkozunk alázattal, hogy hadd legyenek a te rendelkezésedre bocsájtva, tartalékokkal együtt, képességeikkel együtt, idejükkel együtt, energiájukkal együtt, hadd legyen, Uram, az te isteni oltárodon az életük egészen. Jó Istenünk, te tudod, hogy mire akarod fölhasználni őket, mi a te nemes célod velük kapcsolatosan, de tudjuk, Istenünk, azt, hogy eszközként akarod használni őket. Kérünk, Istenünk, a te drága lelkedet ajándékozzad nekiek, hogy valóban bölcsen tudjanak élni ezen a földön. Lássák értéknek az Isten félelem útját, az isteni szolgálatnak útját. Imádkozunk, Uram, Adináért, hogy áld meg őt. Ismered, Uram, az ő jövőjét, mi nem tudjuk és nem ismerjük. De adjad, Uram, hogy a csendes léleknek rumolhatatlanságával tudjon, Uram, követni téged életének minden idejében. Könyörgünk hozzád, hogy tegyed fogékonnyá őt, Uram, a te isteni sugallatodra. Hadd tudjon különbséget tenni a sokfajta hangok között, amelyek felé intéződnek ebben a világban. És helyesen döntve, jól megválasztva az utat, kövessen téged, hadd legyen, Uram, példa az élete mások számára is. Könyörgünk, Uram, Mártáért is, ismered őt is, az ő szívét, az ő életét is. Te alkottad képedre és hasonlatosságodra őt. Kérlek, Uram, hogy méltassad őt arra, hogy isteni méltóságot tükröződjön vissza életéből, életviteléből. Kérlek, Uram, hogy mindenfajta küzdelmeiben, harcaiban
légy mellette és adj győzelmet neki. Könyörgünk, Uram, alázattal, hogy méltassad őt arra, hogy máriai lelkülettel tudjon elcsendesedni előtted, az életnek útvesztői közepette. Hadd tudjon, Uram, megállni előtted és tanácsot te tőled kérni, hogy soha, Uram, az életúton ne tévedjen. Soha helytelen kifutásai ne legyenek a keskeny útról, hanem téged követve valóban boldog legyen benned és általad. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Kérnőnkért is dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy te nem vagy személyválogató. Mindenkiért egyformán oda áldoztat fiadat a keresztre, az átok fára. Őt bűnné tetted mérettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Köszönjük, hogy fiatal testvérnünk is ő benne nyert megigazulást, tisztulást az ő drága vérében. Ó, Uram, most amikor mindaz öt előttünk áll és a te színed előtt, gondolunk az öt okos, értelmes hajadonra, és az öt balgatagra is. Istenem, hadd legyenek mindaz öten bölcsek, okosak, akik neked szolgálnak, akik betöltekeznek a te szent lelked olajával, és igazi tartalékkal, fehérbe öltözötten és égő lámpással várják a mennyé vőlegény. Áld meg őt is, akiért most imádkozunk, hálát adunk azokért, akik segítettek abban, hogy ő megismerjen téged. Uram, tartsd meg őt a te kegyelmedben, és mindaz ötüket, s add, hogy valóban egy sem maradjon ki majd a te országodból, hanem mint égő lámpással, példaadó élettel élő gyermekei, gazdagon adassék meg nekik a te országodba való bemenetel, a golgotai nagy áldozat érdeméért. Amen. Amen. A gyülekezetet kérem, együtt énekeljük. Előbb, hogy gyümölcsöt teremjenek, míg mások is rajtuk keresztül az Urat megismerjék. Amen. Amen. A gyülekezet helyet foglal. Valószínű, hogy a volt fehér ruhások is ezzel az alkalommal szeretnék valamit mondani, ami az ő bensejükben tudva. Megváltottam cím éneket, amíg az énekval énekeli. Gondoljuk arra, hogy testvéreinknek holószínű. Megváltottam, 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 megváltottam,
én testem, amely ti érettetek megtüretik. Ezt cselekedjétek, valamennyi szereszitek az én emlékezetemre. Kedves testvéreim! Mindnyájan. Mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Szívünk háláját, hódolatát kifejezni te előtted, a te nevednek, a Jézus Krisztus drága áldozatáért.